Sziasztok, Sziszi vagyok, és egy medvehagyma pesztót fogunk ma készíteni. Ha már jön a medvehagyma szezon, akkor úgy gondoltam, hogy kipróbálok egy medvehagyma pesztót. Én ezt boltban vettem, de hogyha ti magatoknak szeditek, akkor arra figyeljetek, hogy könnyű összekeverni egy gyöngyvirág levelével, ami egy ennél egy picit sötétebb színű és fényesebb levél, viszont az mérgező, érdemes alaposan megnézni, hogy mit szedtek. Én ezt csak megmostam, lecsikettem a szárait, és ezzel igazából kész is van. Fog még belekerülni vegán parmezán, ami kesudióból, sörélesztőpehelyből és sóból van. Egy ilyen késes robotgépen kell összeaprítani, igazából csak ennyi. Kerül még bele olívaolaj, ez egy bazsalikomos olívaolaj, só, illetve a pesztóba általában fenyőmagot szoktak rakni, viszont nekem az most nincs itthon, illetve az egy viszonylag drágább összetevő, amit szerintem lehet helyettesíteni akár ilyen crunchy mogyoróvajjal is. Illetve az íze kedvéért én még rakok bele bazsalikomot is. Az igazi pesztó az bazsalikomból készül, úgyhogy adni fog neki egy kis csavart. És az egészhez egy késes, erős robotgépre lesz szükségünk. Először is belerakom a medvehagymát az aprítóba. És közben szedtem egy kis bazsalikomot is. Teszek bele két kis kanál vegán parmezánt, aztán majd megkóstolom és meglátjuk, hogy kell lenni belőle. Lemehet az egyevő kanálnyi mogyoróvaj. Igazából tehetek bele más fűszert is, ízlés szerint. Én most nem bonyolítom túl. Én Himalája sót adok hozzá. Időnként vegyük le, kicsit keverjük át. Egyébként most jelenleg ilyen darabos. Viszont már nagyon jó. És én mindenképpen szarakok bele olívaolajat, a kupakot azt nem. És akkor még egy kis parmezán. Utolsó. Most már sokkal krémesebb az állaga. Én ezt késznek is nyilvánítom. Lehet hűtőben tárolni pár napig, illetve akár azonnal fel is lehet használni. Én egyébként egy medvehagymás babkát tervezek belőle készíteni. Próbáljátok ki! És mondjátok el, hogy nektek hogy tetszett, vagy mire használnátok a legszívesebben. A medvehagymás babkához ezt a Safi Express lisztet fogom használni. Ebből 125 g-ot mindenki. Ebbe mehet egy fél gram szódabikarbóna, só, 15 ml almaecet, ami a szódabikarbónával kölcsönhatásba lép, 130 ml szobahőmérsékletű víz, és én egy pici extra szűz olívaolajat is rakok bele. És összegyúrom. Lassan összefogálni, nem kell megijedni, hogy először ilyen nagyon folyékonynak, nagyon ragacsosnak tűnik. Egy pár perc
tök jó gyúrható lesz. Pár percre félrerakom, és utána pedig majd kinyújtom. És akkor nagyjából 5 perc pihentetés után ki is nyújthatjuk. Most először formázok belőle egy ilyen hosszúkás alakot, hogy könnyebb legyen téglalapra nyújtani. Különben mindig egy ilyen ovális formát kapok, amit aztán lehetetlen úgy feltekerni, ahogy szeretnék. Egy pici lisztet szórok alá. Ezt egyébként nyújtódeszkán is csinálhatjátok. Nekem most egyszerűbb volt itt a pulton, mert ez nem megy sehova. És jöhet a nyújtás, meg közben is lehet formázni kicsit. És akkor most jön az a rész, hogy megkenem a medvehagymás pesztóval. És akkor jöhet a feltekerés. Szélénél is kicsit megpróbálom összenyomni, hogy ne folyjon ki belőle. Olívaolajjal meg is lehet kenni. Fogok egy vágódeszkát, és átrakom rá, ugyanis teljesen át kell majd vágni. Hát egy éles kés. Fordítsuk fel, hogy a vágott fele nézzen felfele. Azt is. Igazítsuk úgy, hogy egymást úgy nagyjából felezzék. És igazából csak elkezdik, hát ez nem is fonás, inkább tekerés, összetekerni, úgyhogy mindig a vágott fele legyen felül. Ú, de szép színe van, úristen. Végét pedig összetapasztjuk, itt nagyon kell használni egy kis olívaolajat. Most jön az a rész, hogy elpakoljuk a tepsibe. Akkor kicsit össze kell nyomni, hogy egyszerűbb lesz megfogni. És még egy kis olívaolajjal lekenem. És ami még így menet közben eszembe jutott, az az, hogy tök magot szórok rá. Mehet is a sütőbe, 180-200 fokra, olyan 30-40 percre, attól függ, hogy milyen sütőtök van. Ez is készül. És én azt találtam ki, hogyha majd teljesen kihűlt, akkor lehet csak felvágni igazán szépen, hogy a maradék medvehagymapesztót kikeverem egy kis vega krémmel, vagy tejföllel, és akkor azt fogom rákenni, és úgy fogom tálalni. Akkor lássuk. Megkenhetjük a medvehagymás tejfölös krémmel.